Íme a 2002-ben elhunyt folklorista Schmidt Éva Hant és Mansi gyűjtése. A helyszín a továbbiakban finnugor kutatóról lévén szó a Nyelvtudományi Kutatóközpont és a Néprajztudományi Intézet, a fókuszban pedig egy felbecsülhetetlen értékű hagyaték, melyet tulajdonos a halála előtt 20 évre zárult. Az elmúlt két évtizedben Sipos Mária szerkesztésében ugyan egymást követték a Schmidt Éva könyvtár egyes darabjai, szám szerint 5, de az annak idején Szibériából hazahozott óriási archívum csak most vált feldolgozhatóvá. A munka tehát elkezdődött a két intézményben egymással párhuzamosan. Ez a 20 év, ez nyilván mindenkit megdöbbentett, amikor a végrendeletet olvastuk. Ugye a digitalizálás után le lettek zárva az anyagok, és itt a hűvös szobában vigyáztunk rájuk. Természetesen akkor is tudta mindenki, hogy a feldolgozás során nagyon nagy problémát fog jelenteni, hogy hát itt azért eltűnőben lévő nyelvekről és nyelvjárásokról beszélünk. A feldolgozási projekt tervezésekor nagyon erős részt kapott a Hanti közreműködőknek a része, tehát állásokat és expedíciókat és közös feldolgozásokat készítettünk. Ez mondjuk a háború előtt egy hónappal készült el ez a költségvetés, úgyhogy valóban most eléggé bicebóca a projektünk ebből a szempontból, de épp elég technikai nehézségünk van, tehát őszintén szólva most még nem azzal szembesülünk, hogy értjük-e a hanti nyelvet vagy sem. Most tulajdonképpen azt szeretnénk elérni, azon küzdünk most már itt az elmúlt időszakban, hogy elő tudjuk állítani az Éva által jelölt szegmenteket, a videó és a hanganyagba, valamint, hogy a fájlokat, amik ezeknek a lejegyzését tartalmazzák, szintén olyan kódolt formába tudjuk hozni, amiket tudunk használni, és utána tudnánk a kettőt összepasszintani. Schmidt Éva 1948-tól 2002-ig élt. Egy magyar folklorista, nyelvész, finnugor kutatóként emlékezünk rá. A tragikus halála után 20 évre zárulta a hagyatékát, ezért aktuális most beszélnünk erről az egész hagyaték feldolgozásáról. A hagyatékának pedig a lényege az, hogy ő csodával határos módon a Szovjetunió fennállás alatt 1970-ben kijutott Szibériába már a Hantikhoz, majd aztán később 80-82-be, és 1991-ben pedig végleg kiköltözött, és kint alapította az első északi hanti folklor archívumot a Magyar Tudományos Akadémia és kinti fogadóintézmények segítségével. Onnantól haláláig kint dolgozott, és így aztán a terep közelében léve hatalmas audiovizuális gyűjtést végzett hanti és mansi nyelven, nyelvészeti és folklorisztikai témákban, és természetesen ezeket fel is dolgozta. A hagyaték több részből áll, nyilván a legeklatánsabb része ez maga a gyűjtés, tehát az audiovizuális gyűjtés, amelyik olyan 400 óra videóanyag és hasonló mennyiségű hangzóanyagot jelent. Ennek van az Éva által lejegyzett, kevéssé fordított, de hanti nyelven vagy mansi nyelven lejegyzett szövegváltozata. Ezen kívül ugye az Éva a tudománytörténettel is sokat foglalkozott, tehát Reguli Antal gyűjtései, Munkácsi Bernát gyűjtéseivel ezekhez mutatókat készített, és ezeket visszaadta a hantiknak és a mansiknak, tehát például készített cirilbetűs átiratokat ezekből. Volt olyan, hogy mansiról hantira fordította a folklor gyűjtéseket, ezek egészen elképesztő teljesítményt jelent. Ennek is ez egy ilyen revivalként képzelhető el. Ő volt az, aki hanti nyelven beszélgetett a munkatársaival, tehát a kint megalapított folklor archívumában hanti nyelven folyt a filológiai munka, ami egy világszám. Tehát ennek az összességét tekintjük a hagyatéknak, de nyilván ennek vannak különböző részei, természetesen fényképek is, leírások is. Schmidt Éva a Néprajzi Kutatócsoportnak, ugye akkori nevén volt a munkatársa, ami most a BTK-nak a Néprajztudományi Intézete. Tehát ilyen szempontból az egész Éva anyag az hozzájuk tartozna, csak a hagyaték lezárása miatt, meg hát a hagyaték sajátossága miatt, hogy hanti és mansi nyelven van, ezért van rajta egy olyan nyelvi zár, amit hát ha mi nem tudunk megfejteni, akkor csak a hantik és a mansik. Tehát ezért, amikor a hagyatékot hazahoztuk Szibériából, akkor született meg az a döntés, hogy legyen a nyelv
Magyartudományi Intézetbe, hiszen az itteni finnugor kompetencia az, ami egyáltalán tud ezzel valamit kezdeni. A BTK-ban ugye nyelvi kompetenciát nem igénylő feladatok folynak, tehát például a különböző tudományszervezési és munkaügyi dokumentumoknak a rendezése, hiszen ez tudománytörténeti érdekességgel szolgál, ugye a kéziratos levelezés, amit találtunk, ugyanígy ott zajlik például a fotóanyagnak a digitalizálása. Az archívumnak a struktúrájának és a filozófiának a kialakításához Éva írt egy cikket az Archívum archetípusa címen, és ebben ő nagyon szigorúan leírja, hogy szerint egy olyan típusú intézménynek, mint az övé, hogyan kéne működni, és ebben az egyik legfontosabb, ugye egyrészt az anyanyelvi kompetencia, másrészt pedig az, hogy az eredeti források, de ezt egy magyar embernek, ugye, aki tudja azt, hogy csak tiszta forrásból nem kell magyarázni, tehát hogy az eredeti gyűjtések legyenek meg mindenféle hozzáadott plusz információ nélkül. Ezt a módszert szeretnénk követni egyrészt a munkában is, másrészt pedig majd a leendő honlapon, hiszen a terv az az, hogy ezt egy honlapon tudjuk közzétenni, de hogy jól elválasztható legyen a forrás attól, amit mi hozzáadunk.